Nagy Éva vagyok, mindenkit sok szeretettel köszöntök. És a mai napon egy információval szeretnék szolgálni a kedves nézők felé. Akinek volt bátorsága, ezt a könyvet szeretném bemutatni, amely hamarosan megjelenik és megrendelhető az alábbi címen, amelyet megjelentettünk a képernyőn. Ez a könyv egy élettörténete Krisztus Jézusban. Isten indítására íródott meg, és nem csak az életemről szól, nem csak a Krisztusban lévő életemről, hanem arról a bátorságra, amelyet Krisztusban kaptam, hogy az életemet egy jobb irányba vigyem, mint amilyen volt. A mai emberének is arra van szüksége, hogy ne elégedjen meg a jelenlegi körülményeivel, hanem Istennel együtt járva egy győzedelmes életbe irányítsa az élete hajóját. Mindannyiunk élete a saját kezünkben van, és mi fordítsuk akár jobbra, vagy balra az életünket. Bátorság is kell ahhoz, hogy az életünk megváltozzon. Ez a könyv arról szól, hogy Krisztusban mi mindent el lehet végezni, meggyógyulni, az életünket jobbá formálni, és új lehetőségekbe lépni. Igen, a kősziklára építettem a házamat Krisztus Jézusban, és valójában ez a könyv arról szól. Érdekes, Szent Szellem által íródott, és ez a könyv a bátorságom gyümölcse, és azért írtam meg, mert volt bátorságom életem korlátain áttörni, és Istentől elrendelt célba érni. Istenem, minden lehetséges, és sok minden van ebbe a könyvbe elrejtve, nem csak az életem, hanem nagyon jó tanítások az életünket, hogy hogyan formáljuk jobbá. Sok szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe, mert győzelmet fog adni annak is, aki elolvassa. Hiszem, hogy sokan meg fogják vásárolni és megrendelni ezt a könyvet, és a könyv sorai segítenek a ma emberének, hogy változás jön az ő életébe. Isten keresése és befogadása által a reménytelenségből a hitbe és a győzelembe áradjanak. Isten áldja.